Hello! Új helyszín, hát ez itt a hálószoba. Tudom, kéne pár kép, vagy ilyen nagy, ilyen mandalás kendő, ami földobja, majd folyamatban van, és majd beszerzek. Az ember itthon van home office-ba, úgyhogy nem akarom zavarni, és bevonultam a hálószobába. Szóval, mai témánk, hogyan kötődik egy borderline. Mielőtt elkezdenék erről beszélni, három dolgot szeretnék tisztázni. Én ugye nem vagyok szakember, tehát én nem vagyok, nem tudom, személyiség zavar specialista, vagy nem tudom, vagyok pszichiáter, vagy pszichológus, ez az egyik. A másik, hogy mindig nagy általánosságokban beszélek egy bizonyos merítésből, tehát lesz, akire igaz, amit mondok, és lesz, akire nem. Azért border és border is közt van különbség, ember is között is van különbség. Tehát ha igaz, amit mondok, akkor az rendben van, ha úgy érzed, hogy nem vagy hülyeség, az is, mert nem a világ összes borderline-járól fogok beszélni, hanem csak nagy és személyes tapasztalatok alapján, meg amit összeolvastam. A harmadik pedig, hogy én már csináltam erről a borderline személyiségzavarról egy videót, és nagyon kedves visszajelzéseket kaptam utána, mert hogy valaki írta, hogy úgy tekintenek rájuk, mint így a, nem tudom, világ seglyukán egy pattanásra, vagy nem, tehát hogy a szakemberek, hogy mennyire utálják a borderline-okat. Én ugye nem foglalkozom napi szinten borderline-okkal, és bennem nincs ilyen utálat, vagy ellenszenv, tehát hogy én szeretettel szeretnék erről beszélni, nem pedig ilyen undorral, vagy ítélkezéssel, hanem nekem így mindenki tök oké a saját szuperképességével, tehát hogy én egyáltalán nem gyűlölöm, vagy nincs bennem ilyen nagyon nagy így ellenérzés így a borderline-okkal szemben. Szóval, hogyan kötődik egy borderline? Nyilván nem az összes, biztos vannak kivételek, elmondom, hogy én hogyan tapasztalom, meg mit tudok erről. Én a borderline-t úgy képzelem el, kötődés szempontjából, mint egy ilyen hínárt, ilyen csúnya szó, ilyen inda, na ez akkor szebb, na, a hínár az már ilyen pejoratív, mint egy inda, aki keres egy karót, akire rá tud fonódni, és hogy úgy képzelem el a borderline kötődést, ugye eleve nagyon kettős. Tehát amikor mondjuk megismerünk egy borderline-t, akkor nagyon lenyűgöző, hogy naponta rengeteget ír, nagyon sokat hív, folyamatosan beszél az érzéseiről, a szorongásairól. Tehát tényleg egy borderline-nál való kapcsolat olyan, mintha jegyet váltottál volna a Vidámparkba. Hullámvasúttól kezdve ez a gravitációs kilövő, nem tudom mi, ami mindig sikítoznak, a tükörszoba, elvarázsolt kastély, vízesés, tornádó, tehát minden van, tehát egy ilyen örökbérlet, egy ilyen vidám parkba, ez a személyiségzavar. Mármint akkor örökbérlet, hogyha örökre vele maradsz, és nyilván a borderline-nak önmagában egy örökbérlet a saját vidám parkjába. És hogy ez az ambivalencia, ez a kettősség nagyon jellemző rá. Tehát persze az elején elképesztő módon kötődik, nagyon vágyik a figyelemre, amit általában ugye gyerekkorában nem kapott meg, vagy fiatalabb korában nem kapott meg anyutól, vagy aputól, vagy a környezettől, tehát elképesztő módon vágyik a figyelemre, és hogy megtalálja a saját identitását, hogy ő kicsoda. Tehát elképesztő módon szeret kapcsolódni, viszont úgy kapcsolódik, hogy kipörög. Tehát kapcsolódik, utána ráun a másikra esetleg, és arrébb pörög. De csomószor van az, hogy tényleg nagyon szeretne kötődni, tényleg nagyon vágyik a kötődésre, de hogy a személyek változnak. Tehát amikor kitombolta magát, vagy elunta a másikat, akkor hogy tovább megy. Kicsit olyan, mintha ilyen rajongó lenne. Tehát először mondjuk megismeri az embert, akkor elkezd érte rajongani, hogy fú, fantasztikus, mennyire csodálak, meg izé. Utána van, hogy jön egy ilyen leértékelő szakasz, hogy hát annyira nem is, de mégis, aztán mégse, de szeretlek, házasodjunk össze, na nem, inkább elhagyd, stb. De megy ez az ugrálás, és van, amikor egész egyszerűen arrébb pörög, eltűnik, és akkor azt veszed észre, hogy már másra van rácsavarodva, és akkor megint másra. A borderline-okról nekem az a benyomásom, és én valahol azért tudok velük nagyon együtt érezni, mert nekik saját magukkal a legnehezebb. Tehát azért nem szeretem, vagy nem jó hallani azt, hogy mennyi bántást vagy kritikát kapnak. Valóban nagyon nehéz egy borderline-nal, én ezt nem fogom elhazudni. Kurva nehéz, nagyon szép és nagyon nehéz szerintem egyszerre.
De hogy ő saját magában is rettenetesen szenved, tehát neki ez nem jó, tehát nem direkt csinálja azt, hogy manipulatívan kötődik például, és ez a manipulatív nagyon csúnya szó, tehát nem direkt csinálja azt, hogy ő sok. Tehát az, hogy lóg a másikon nagyon sokat, azt szeretné, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy neki jó, de léci gyere át, mert megölöm magam, meg nagyon egyedül vagyok, de kérlek, de tudom, hogy fáradt vagy, de léci, de legyen, de léci, de kér, hogy tud vérszívó lenni kibaszottul, tud fárasztó lenni kibaszottul, tud manipulatív lenni, tud vinni rengeteg energiát, de hogy szerintem az fontos megérteni, hogy ez neki nincs előre kitervelve, mint mondjuk egy narcisztikus vagy egy antiszociális személyiségzavarnál, hogy van, amikor így ki vannak tervelve ezek a dolgok, és abszolút nem szívből jönnek. Tehát a borderline ezt egyáltalán nem direkt csinálja, hanem ilyen a működési mechanizmusa, hogy tényleg szívből vágyik a kapcsolódásra, meg arra, hogy megnyugodjon, beálljon egy szintre, legyen lelki békéje, legyen identitása. De mivel az előző videóban mondtam, hogy én úgy képzelem le a borderline-t, hogy a feldolgozó üzeme, vagy a személyiségének a közepe nincs meg. Tehát van a nagyon nagy amplitudó, a fent-lent, a kint-bent, a fekete, a fehér, az örvény, a spirál, az ide, az oda. De olyan, mintha a közepe nem lenne meg, mert gyerekkorában valószínűleg ezt elcseszték, ezt a határmeghúzást, az érzelmek jó visszatükröződés, stb., hogy semmi másra nem vágyik, mint arra, hogy keretek és határok legyenek az életébe. Ugye ebből is jön majdnem ez a borderline kifejezés, hogy ez a határmenti személyiség zavar a pszichózis és a neurózis között, hogy legyenek keretek. És amikor megjelennek a keretek, egyszerre vágyik rá, hogy de jó, hogy vannak keretek, és egyszerre akarja felrúgni. Tehát ha nagyon keményen keretet húzol egy borderline-nak, hogy figyelj ide, én most nem érek rá, 6-ig dolgozom, 6 után tudok veled beszélni, akkor egyszerre érti meg, hogy igen, ez van, és egyszerre kezdi el nyomni a parádét 17:50-től, vagy 16:43-tól, hogy oké, de mindjárt 6, de akkor találkozunk, de léci, hadd menjek hát, és mindjárt 6 óra, és figyelj rám, és nem tudom, ma ez történt, csak elmondom, nem kerekből, stb., hogy nagyon, nagyon sérült szerintem neki az a része, ahol a saját stabilitást meg kéne, hogy tanuljuk. Tehát tűrni a frusztrációt, késleltetni a vágyakat, kibírni a visszautasítást, az elutasítást, hogy nekem a borderline olyan, mint egy ilyen örökös vihar, örökös ide-oda rohangálás. Tehát nagyon impulzív, nagyon érzelemvezérelt, nagyon az adott pillanat van, igazából egy csomószor elfelejti azt, hogy következményekkel járnak a dolgok, hogyha mit tesz annak, mi lesz a következménye. Tehát olyan, mintha nagyon az érzelmei rángatnák, és hogyha mi hozzátartozók vagyunk, vagy barátok, vagy párkapcsolat, vagy bárki, aki közelebbi kapcsolatba kerül egy borderline-nal, érdemes szigorú és következetes kereteket és szabályrendszert alkalmazni, illetve elmondani azt, hogyha ezt és ezt csinálja, annak milyen következményei lesznek, illetve folyamatosan a jelenben tartani a borderline-t, mert ugye hajlamos arra, hogy elszáll, mint a győzelmi zászló. Annyira bele tud feledkezni a saját belső világába, ami amúgy iridlésre méltóan színes, és iridlésre méltóan összetett, és nagy összefüggéseket lát, és nagyon mélyre is le tud menni, és nagyon magasra fel tud menni, tehát, hogy én tisztelem és iridlem a borderline-ok érzelmi világát, azt a részt nem iridlem, hogy valószínű nekik ez tényleg nagyon sok. Tehát nagyon bele tud ebbe feledkezni, és nagyon el tud szállni, és akkor érdemes őt visszahozni a jelenbe. Most hogy van, most milyen testérzetei vannak. Tehát erre vannak terápiás módszerek, amit nekünk, mint családtagnak, hozzátartozónak, barátnak ugye nem kell csinálnunk, de hogy vannak erre kognitív terápiás, sématerápiás, mindfulness módszerek, hogy a borderline-t hogyan lehet az itt és mostban tartani, úgyhogy ne szálljon el. Ez nekünk nem feladatunk hétköznap a civil életben, de abban segíthetünk neki, hogy tényleg megpróbáljuk itt tartani a jelenben, amennyire tudjuk, és egy picit így megnyugtatni, egy picit így leföldelni, hogy itt vagyunk, rendben van, nincsen semmi probléma, és ez nyilván nekünk, mint hozzátartozónak, vagy bármiféle kapcsolatnak, energiaveszteséggel jár, mert fárasztó. És nem csak nekünk fárasztó, mint környezetnek, hanem ez tényleg onnan indul ki, hogy a borderline az önmaga számára is kurva fárasztó.
és hogy tényleg, tényleg nem terveli ki előre azt, hogy minket fárasszon. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hogy megismerkedik mondjuk egy borderline nő, megismerkedik egy pasival, és akkor kitalálja, hogy ő milyen szépen le fogja szívni a másik energiaháztartását, hanem ő egész egyszerűen ilyen. Így működik. Megismeri a másikat, elkezd mondjuk iszonyatosan rajongani, vagy nagyokat beszélgetni vele, nagyon gyorsan mondjuk elkezd kötődni, akkor ír neki cseten nagyon hosszan, naponta 17-szer fölhívja, már eltervezi vele a nagy dolgokat, mert minden is, itt ne keverjük össze a narcisztikussal, mert ugye ez lehet narcisztikus dinamika is, ugye a narcisztikus szintén hasonlót csinál az elején, csak érzésre más, tehát egy narcisztikus az ilyen nagyon hideg, meg merev, meg úgy azt érzed, hogy valami nem. A border az meg ugye nagyon impulzív, szeretsz vele lenni, szórakoztató, kurva érdekes gondolatai szoktak lenni. Általában, amit mondtam az előző videóban is, hogy művész. Tehát mit tudom én, zenél, verset ír, fest, költ, táncol, nem tudom, ilyen nagyon fura, nagyon nemevilági, nagyon szimbolikus, álomszerű dolgokról is tud beszélni, hogy ülsz, hallgatod, hogy wow, tehát tényleg olyan, mint egy ilyen magába szippantó fekete lyuk vagy örvény, hogy itt tényleg nagyon magával tud ragadni, és az is nagyon magával ragadó, kívülálló számára, hogy soha nem tudod, hogy mi van. Tehát az, hogy egy borderline-ban mi történik, bazd meg, azt ő maga se tudja, nem hogy te, és egyszerűen nem tudod, hogy mi van. Mert hogy a border az simán olyan, hogy ül, és így felbassza magát istentelenül egy annyi ingert tartalmazó szobába, mint az a hálószoba, egyszer csak kitalálja azt, hogy mit tudom én, ez a sárga fal, és akkor rákattan, hogy ez a sárga, igen, hogy ez a tűz, ez a kibaszott tűz, ami mindent eléget, igen, meg a nap, meg a bolygók, nem tudom, és elindul benne ez az őrület, nem őrült, de elindul benne ez a gondolat folyam, és 10 perc múlva azt veszed észre, hogy azon üvölt, hogy sárga a fal. De te nem csináltál semmit, csak benne elindult valami, és ez aztán változik, tehát hogy elég gyorsak így a váltások, elég impulzív, és elég sokfelé van fejben és lélekben, amit nekünk, akik nem borderline-ok, egy picit nehéz követni, hogy mi történik benne. Közben nagyon érdekes, amit mond, csak rohadt fárasztó, mert kapaszkodni kell, mert folyton hegymenetben van, tehát folyton olyan dolgokat csinál és mond, ami nekünk ilyen nagyon sok meló, hogy így mi merre kell menni, mit kell csinálni, hol, miről beszél, hogy tényleg ez az impulzivitás, meg ez a tornádószerű lét, és hangsúlyozom, nem mindegyik borderline ilyen, ez tud fárasztó lenni, és nem azért fárasztó, hangsúlyozom, mert hogy ő ezt eltervezte, hogy fárasztó lesz, hanem mert olyan dolgok zajlanak benne belül, amivel ő is folyamatosan birkózik, és én valószínűleg ezért tudok empatizálni, vagy tényleg így mélyen együtt érezni a borderline-okkal, mert volt dolgom több borderline-nal is az életemben, és tényleg ilyen elképesztő, szerethetőek, elvontak, senkit nem hallottam még úgy érzésekről beszélni olyan színes skálán, mint mondjuk a borderline-okat, és hogy közben megéreztem azt, hogy így annyira meg vagyok pörgetve, tehát hogy az én belső iránytűmet annyira megpörgették, hogy nem tudtam, merre van észak meg dél, és mi van? Találkozunk? Nem? Jön? Nem jön? Felhív? Nem? Most mi? Most két hetelen beszéltük, most naponta hív 30-szor, most nem, becsajozott, bepasizott, mi van velem? Tehát, hogy ilyen, hogy nagyon, nagyon, hát ilyen pörgős az egész, olyan, mint az egész létformájuk folyamatosan egy ilyen belső pörgés lenne, tényleg egy ilyen folyamatos vidámpark. És az én személyiségem nem igazán alkalmas már arra, hogy ehhez tudjak nagyon közelről kapcsolódni. Picit távolabbról, igen. De picit távolabbról, hogy vannak keretek, meg határok, az rendben van. És a jó hír, hogy hogyan kötődik egy borderline, hogy tényleg ismerek olyan borderline-t, aki mellett van egy nagyon stabil ember, és ők nagyon jó párost alkotnak. Tehát, hogy nincs minden borderline halálra ítélve azért, mert kapott egy diagnózist. Tehát, ha valaki kap egy olyan diagnózist, hogy mit tudom én, borderline személyiségzavar plusz valami, borderline, és nem tudom még micsoda, akkor arra egyrészt van megfelelő terápia, másrészt én nagyon hiszek a környezetben, mert közelről látok olyat, nem is egy történetet, hogy egy borderline nő vagy egy férfi talál magának egy karót,
akivel az elején csinálhatja ezt a fesztivál zenekarozást, meg ezt a tyum-tyum-tyum-tyum ide-oda rohangálást, és mivel változnak a hormonok, és létezik spontán gyógyulás, és ezért bocsánatot kérek, mert egyszer x éve tartottam egy előadást, és valaki kérdezte, hogy meggyógyulhat-e valaki végérvényesen a borderline személyiségzavarból, és azt mondtam, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint nem, de hazudtam, mert egyrészt létezik spontán gyógyulás, másrészt idővel változik a hormonháztartásunk, meg az agyi kémiánk, harmadrészt ugye nem tudjuk, milyen közegbe kerül egy borderline, és szerintem nagyon sokat lehet rajtuk javítani, nyilván rontan is. Szóval van olyan borderline, aki talál magának párt, talál magának munkahelyet, talál magának közösséget, ahol ő tök jól el tud ketyegni, és ahol úgymond egy kicsit megszelídül vagy lecsillapodik, és egész egyszerűen jó működik, mint anyuka, mint apuka, mint testvér, párkapcsolat, főnök, barát, bármi, hogy ez nem egy halálos ítélet. Nyilván én úgy képzelem el a személyiséget, hogy vannak ezek a takarók, amik ilyen több színből, meg több anyagból vannak összerakva, ezek patchwork takarók, vagy hogy hívják őket, és én így képzelem el a személyiséget. És nyilván nem mindegy, hogy ezen a borderline skálán, nem tudom, 1-től 10-ig valaki mennyire borderline, vagy mennyire van másmilyen személyiségzavara, mert biztos vannak olyan borderline-ok, akik már nagyon nehéz esetek, mert nagyon nehezen kezelhetők, vagy nagyon nehéz őket behívni a jelenbe, és nyilván vannak olyanok, akikkel meg tök jól lehet együttműködni, tök jól lehet kooperálni, és érezhető rajtuk a változás. Tehát, hogy a személyiség az nem egy fekete-fehér dolog, hogy akkor a borderline az akkor ilyen, és akkor rányomjuk a bélyeget. Mert hogy tényleg látok olyat, aki jól ketyeg, és ismerek olyat, aki lecsúszott, és nem sikerült neki, és szarközegbe keveredett, és szerfüggő lett, vagy alkoholfüggő, vagy játékgépfüggő, vagy de nagyon elindult a lejtőn, de ismerek olyat is, aki nem iszik, nem fogyaszt szert, nem dohányzik, semmiféle káros szenvedélye nincs, és az érzelem szabályozása meg tök sokat javult. Tehát ha az a kérdés, hogy legyen-e kapcsolatunk borderline-nal, ez mindenkire rá van bízva, kinek milyen a személyisége. Van, akinek tök alkalmas a személyisége, hogy ez bírja, valaki egyáltalán nem alkalmas, és hogy mielőtt így nagyon ítélkeznénk, vagy nagyon szörnyű dolgokat mondanánk a borderline-okra, szerintem tényleg azt érdemes megérteni, ők nem így születtek, hanem történt velük valószínű nem csak egy, hanem több nagyon rossz dolog az életükbe, és általában ez a korai kötődős szakaszban történt velük, vagy kamaszkor előtt. Tehát ha leülsz beszélgetni borderline-nal, azért kiderül, hogy nem volt sétagalop az élete, és hogy ez egy okozat, hogy neki személyiségzavara lett. És egy gyereket 100 000 féleképpen lehet baszni, nem is kell hozzá nagy dolgokat csinálni, abszolút nem arról van szó, hogyha egy gyereket molesztálnak vagy vernek, akkor lesz személyiségzavara. Nagyon kevés dolog elég ahhoz, hogy egy gyereknek személyiségzavara legyen. Tehát amit mondtam, én tényleg úgy képzelem el ezt a személyiségzavar című sztorit, mint egy nagy biliárdasztalt, és amikor a gyerekkel történik egy vagy több rossz dolog, vagy trauma, akkor ha ezek a lyukak, a személyiségzavarok, a gyerek egyszerűen valamelyikbe bele fog esni. És akkor lesz belőle borderline, lesz belőle narcisztikus, antiszociális, bipoláris, depressziós, szorongós, később pánikben, tehát van rengeteg, ez kizofrén akármi, hogy a borderline is nem jó kedvében lett borderline. Tehát ő nem döntött úgy, hogy neki ilyen lesz a kötődési mintája, hogy ambivalens, tehát nagyon, nagyon kettős módon kötődik. Ő ezt nem választotta, hanem így alakult ki. Ebben szocializálódott, ebben nőtt fel, van egy csomó trauma a háta mögött, ami abban az életszakaszban érte valószínűleg, amikor pont meg kellett volna tanulni azt, hogy ő kicsoda, milyen a személyisége, milyen a szelfie, hol vannak a határai, hogy tud elviselni frusztrációt, milyen megküzdési mechanizmusai vannak, stb. És hogy nagyon sok rossz dolog történt vele, és beleesett ebbe a kútba. Beleesett volna másikba is, de nyilván rengeteg összetevőnek köszönhető, ehhez én már nem értek. Ő ebbe a lyukba esett bele, hogy neki borderline személyiség zavara van, illetve, mint Keresztes Zoltán szokott mondani, az egyik kedvenc előadóm, pszichoterapeutám, hogy a személyiségzavar nem jár egyedül, tehát ahol van, mint a borderline személyiségzavar, ott általában van még egy másik társbetegség is, vagy egy másik személyiségzavar is. És ez a többinél is így van. Tehát aki, mit tudom, borderline személyisége van, ott általában, mit tudom, van narcisztikus személyiségzavara is.
Persze, hogy én központú, hiszen azt tanultam meg a világról szegénykém, hogy ő egyedül van. Csak magára számíthat, ő nem tudja, hogy milyen a világ, mert az folyamatosan változik, ő is folyamatosan változik, de lehet mellé másfajta személyiségzavar is, most ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez egy okozat, és ha leülünk beszélgetni egy borderline-nal, akkor érdemes úgy felé fordulni empátiával, hogy meghallgatjuk mondjuk az ő történetét, és akkor már könnyebb megértenünk, hogy ja, ez tök logikus, hogy miért lett ilyen. Tehát csoda lett volna, hogyha nem borderline lett volna belőle, vagy nem lett volna személyiségzavara egy ilyen gyerekkor, vagy egy ilyen tinédzserkor után, amit valószínűleg borderline nekünk el fog mesélni. Zárójel, most nézem a Netflixen ezt a Billy Milligan sztorit. Ugye van egy könyv, nagyon rég olvastam, ilyen 20 vagy 25 éve, az a cím, hogy Szép álmokat, Billy. Ez a diszociatív személyiségzavarról szól, ami a multiplex személyiségzavar, ami azt jelenti, hogy többszörös személyisége van valakinek, ez más, mint a szkizofrénia, tehát nem az van, hogy nem tudom, így hangok, meg hogy kicsit összefolyódik a külvilág, meg a belső megélés. Ez a multiplex személyiségzavar, most már tökre nem a borderline kötődésről fog beszélni, ez csak egy élmény. Ez arról szól, ami számomra nagyon érdekes, csak visszatérve a traumákra, hogy ez a Billy Milligan, ez egy nagyon helyes, aranyos kisrác volt, aki kapott egy ilyen nagypályás, nem tudom, szociopata nevelőapát, aki az meg ilyen horror dolgokat tett a gyerekkel. Tehát hetente kétszer-háromszor molesztálta, rendszeresen verte, gyalázta, kínoszta szó szerint a gyereket, és csinált vele olyat, hogy kivitte bazd meg a kertbe a kisgyereket, megásatta a saját sírját a gyerekkel, belefektette a gyerekbe, eltemette, majd ráhugyozott. Én hallottam már meredek sztorikat az elmúlt 5 évben, azért tegnap itt megállítottam a Netflixet, hogy bazd meg. És hát akkor innentől kezdve teljesen érthető, hogy amikor a gyerekkel ilyen szörnyű traumák történnek, az agy az automatikusan védekezik és diszociál, ami azt jelenti, hogy kilő téged a világűrbe, nem vagy ott, leválaszt saját magadról, szinte eltárgyasít, eltávolít. És hogy ez a kisrác létrehozott magának személyiségeket, és volt benne minden, volt benne azt hiszem kislány, volt benne az, aki ugye később elkövette a bűncselekményeket, volt benne egy nem tudom, egy jugoszláv pasi, aki akcentussal beszélt, volt, aki angol akcentussal, volt egy szerb-horvát, tehát volt benne mindenféle, tehát nő, férfi, gyerek, felnőtt, mindenféle személyiséget létrehozott. Ennek az volt a lényege, ami a könyvből emlékszem rá, hogy a picike Billit, aki a picike gyerek, az folyamatosan el kell altatni. Tehát ahol ugye a sérülés történt, kisgyerekkorba, a többi személyiséget azért hozta létre, hogy ezek ilyen, hát egyrészt védelmező személyiségek, másrészt így el is távolították Billitől, hogy a kis Billit védjék, és ez nekem annyira fáj, hogy az agyában mi történhetett ennek a kisgyereknek, hogy ennyire kiszolgáltatott és eszköztelen volt szörnyű traumákkal szembe, mi lett volna, ha nem multiplex személyiségzavaros. Persze lehetett volna más, de hogy csak azok alapján, amiket meséltek ebben a dokumentumfilmben, hogy milyen traumák érték, teljesen egyértelmű, hogy kialakul a személyiségzavar. És nem kell ahhoz egy szülőnek elásni a gyerekét, meg ráhugyozni, hogy személyiségzavara legyen. Teljesen elég az, ha mondjuk a szülő pszichiátriai beteg, vagy nagyon rossz állapotban van, szerfogyasztó, vagy alkoholfüggő, elég az, ha a szülő nem figyel a gyerekre, elhanyagolja, elég az, hogyha verbálisan bántalmazza, cikizi, és akkor persze még jön a verés, meg a molesztálás, tehát hogy tényleg egy 100 000 arcú szörnyeteg a gyermekbántalmazás. Nagyon széles spektrumon mozog, és nagyon könnyű egy szépen kifejlett személyiségzavart összelapátolni egy gyereknek. Tehát itt tényleg nem kell Billy Milligan féle történetre gondolni. Simán elég az, ha a gyerek el van hanyagolva. Nem kap szeretetet, nem kap empátiát, ugyanúgy saját magába kapaszkodik majd a gyerek. Mert nincsenek ott az istenei, lepattan az istenekről, apuról meg anyuról, vagy még esetleg bántják is az istenek, és belekapaszkodik saját magába, és belemenekül a saját elméjébe, és az elme az egy csodálatosan érdekes világ, belemenekül az elméjébe, és ott az elméjében valami fog történni. És már nem a valóságban lesz a gyerek,
hanem egy teljesen másmilyen világban, és szerintem valahol itt kezdődik a személyiségzavar, hogy a gyerek nem a valóságba lesz becsatornázva, hanem a gyerek innen elmenekül. Amikor olyan nőkkel beszélgetek, akik egy szexuális abúzusért, tehát megerőszakolták őket, nekem majdnem kivétel nélkül az összes nő azt meséli, hogy amikor történt az aktus, egyszer vagy többször, ők fejben elmentek máshová teljesen. Tehát volt, aki nem tudom, nézett ki az ablakon, és akkor a szemközti házra nézett, és akkor próbálta kitalálni, hogy ott hogy élnek az emberek, hogy számolta a cserepeket, vagy nem tudom ki. Tehát a lényeg az, hogy ez a diszociálás, ez az, hogy én kivonom magam a forgalomból. Nem vagyok itt, nem vagyok jelen. És hogy ez nem egy jó dolog, mert ugye a viszonylag egészséges psziché, tökéletesen egészséges psziché nincsen, de egy viszonylag egészséges psziché az el tudja viselni a valóságot, sőt, jó esetben még élvezi is. És azért tudok ehhez kapcsolódni, mert nekem is voltak olyan éveim, hogy nem voltam itt. Azért kezdtem el blogot írni, azért kezdtem el írni egyáltalán, mert az elmémben akartam lenni egy fantázia világban, valahol teljesen máshol. Tehát valószínűleg ezért is tudok kapcsolódni, meg ezért is érdekelnek annyira a személyiségzavarok, mert az alapmechanizmusát nagyjából ismerem, és szerintem nálam is csak egy ilyen cérnaszálon múlt, hogy ne zuhanjak bele valamelyik biliárdjukba, és lehet, hogy bele is zuhantam, csak ugye nem tudok róla, hogy milyen személyiségzavarom van, mert saját magamat nehéz diagnosztizálni, bárki más nagyon profi módon tudok, de magamat ugye a legnehezebb, azt tudom, hogy mi nincs, azt, hogy mi van, azt nem tudom. De hogy én is azt csináltam, hogy el akartam menekülni a valóságból, mert az nagyon rossz hely volt, és az elmémben kerestem egy olyan részt, ahol meg jól érzem magam, és ez volt mondjuk a humor, meg ez volt mondjuk az írás. És ahogy elkezdtem járni pszichoterápiára, hát a humor az elég sokat kopott, mert az is egy ilyen nagyon jó érett énvédő mechanizmus, a humor. Tehát a humorom is valamennyire elkezdett kopni. Az írás az még valamelyest megvan, de nincs írás kényszerem. És ha elkezdünk egy nagyon empatikus, nagyon támogató pszichoterápiát, vagy elkezdünk járni csoportba, ahol minket komolyan vesznek, validálnak. Tehát ugye vannak borderline csoportok, meg vannak egyéni terápiák, nem csak a borderline-oknak, hanem mindenkinek a Földön, ugye jár pszichológus, vagy pszichoterapeuta. És az a gyógyító folyamat egyik legfontosabb része, amikor komolyan vesznek minket, hogy igen, veled ez megtörtént, és ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és amit te érzel, az igaz. És ez olyan kibaszott gyógyító. Szóval csak ennyit szerettem volna mondani röviden, hogy nem véletlenül lesz a borderline felnőtt, érdemes meghallgatni a történetüket, és utána mindenkire rá van bízva, hogy szeretne közelebbi kapcsolatot borderline-nal, vagy nem, mert hangsúlyozom, valaki tök jó kezeli, és tök jó bírja, valaki nem, valaki közepesen, de ez teljesen változó, és hogy a pozitív részével zárni, amit már a múltkori videóban is mondtam, hogy hatalmas művészek kerülnek ki erről a depressziós, bipoláris, borderline vonalról. Tehát a kurva nagy festők, költők, írók, zeneszerzők, stb. Ott szinte mindenhol volt valami gyerekkori trauma, meg bántalmazás, meg személyiségzavar, szorongás, nem tudom micsoda, és hogy ki tudták csatornázni ezt a szart magukból, és ez nagyon fontos, hogyha látjuk mondjuk, hogy a borderline valamihez tehetséges, hogy mondjuk abban támogatni, akkor csellózzon, gitározzon, fessen, énekeljen, bármi, ahol ki tudja magából csatornázni a traumát. Tehát tényleg nekem szinte az életemet mentette meg az, hogy én gyerekkorom óta írogattam kisebb-nagyobb hülyeségeket vagy dolgokat. Most tök mindegy, hogy én jól írok vagy rosszul, én szerintem kurvára nem vagyok egy jó író, nem is vagyok író. De a lényeg az, hogy ki tudtam, mint egy ilyen mentális ereszcsatornán, ki tudtam magamból vezetni azt a rengeteg fost, amit felhalmoztam. És ez jó. Hogy ez egy nagyon jó módszer. Ugye van írásterápia, van olyan, hogy érzésnaplót kell írni, tehát, hogy bármi, ami ki tudja vinni a borderline-ból ezt a rengeteg sok érzelmet, gondolatot, az tök jó. Írjon naplót, írja le az érzéseit, írjon belőle dalt, adjál neki, nem tudom, színes készletet, fesse le, menjen el táncolni, rendezzen filmet, írjon forgatókönyvet, mindegy.
mert az nagyon sokat tud segíteni a traumafeldolgozásba, hogyha ő nem egyedül rohangál belül, hanem ez egy kicsit ki van belőle csatornázva. Jó, borderline személyiségzavarra vannak terápiák, beírjátok a Google-be, valószínűleg találni fogtok rá egyéni terapeutát, meg csoportot is, tehát ez működik, létezik, foglalkoznak vele, lehet rajta csiszolni, ha együttműködő a borderline, tehát látott már olyat a világtörténelem, hogy jobban kezd el ketyegni, és ez egy létező dolog, és én nem tartom a világ segjukán egy pattanásnak azokat, akiknek borderline személyiségzavaruk van, mert majd az előző videóban mondtam, szerintem bennem is van egy ilyen, nem tudom, 5%-nyi, mert nem tartom magam egy ilyen hatalmas nagy zsenének, vagy nincs olyan nagy fantázia világom, vagy nincs olyan színes világképen, mint rengeteg borderline-nak, és azért irigylem is őket egy kicsit. Szóval, hogy nem ez a legrosszabb dolog. Ha engem kérdezel, akkor a sötét triád az sokkal szarabb, tehát ez a narcisztikus, szociopata, pszichopata, na, azzal például egyáltalán nem tudok empatizálni, a borderline-okkal tudok empatizálni. A borderline-ban nagyon sok a szépség, a mélység és az érzelem, és innentől kezdve mindegyik borderline megkapja az én empátiámat és együttérzésemet, és tudom, hogy ők szenvednek, és nekik rossz, és egy nagyon szép küldetés segíteni egy borderline-t abban, hogy legyen jobban, vagy legyen stabilan, mert hangsúlyozom, ő is szenved attól, amiben van, és hogy nem ok nélkül érzi azt, amit érez, nem véletlenül lett azzá, aki ő. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor sziasztok!